Eckhart Tolle és Wayne W. Dyer arról beszélget, miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk. A beszélgetés első része. Eckhart Tolle Első ízben akkor figyeltem fel a műveidre, amikor Londonban éltem. Egy barátnőm adott nekem egy könyvet, aki egy könyvesboltban, a híres londoni Watkins bookstore ban dolgozott, amely a világ egyik legrégebbi metafizikai témájú könyveket forgalmazó könyvesboltja. Tőle kaptam ajándékba egy Wayne Dyer regényt, még valamikor a nyolcvanas években. A könyv egy földön kívüli nőről szól, aki azért jön a földre, hogy spirituális tanokat terjesszen. Ékisnek hívták. Wayne Dyer. A lányom Sky született abban az évben, az ő neve Ékisz visszafelé betűzve. A regény egy nőről szól, aki meglátogat egy másik világot, amely a föld pontos mása. Azzal az eltéréssel, hogy az ottani emberek ugyanolyan neurotikusak, mint mi itt. De nekik okuk is van rá. Amikor ez a látogató megszáll egy szállodában, a szobájában bekapcsolja a tévét. Megnézi a híreket, aztán az időjárás előrejelzést, aztán a sportközvetítéseket, és ezután következik a félelembetörésről szóló jelentés. A hétvégén nagy félelembetörés várható. A rettegés gyorsan zúdul alá a hegyekből. Jobb, ha van kéznél fájdalomcsillapító és nyugtató, mert az uránuszon – így hívják a helyet, ahová érkezett – fergetekként tör rá a félelem az emberekre. Aztán Ékisz eljut a földre is. Látja a sok embert, akik mind azt állítják, hogy rájuk tör a félelem, pedig itt nem is létezik igazi félelem, pláne nem félelembetörés. A könyvnek eredetileg azt a címet akartam adni, hogy ha boldog akarsz lenni, emelt fel végre a fenekedet és hajdott az uránuszt. A dolog aztán mégis valamivel komolyabbnak bizonyult. És most azon vagyunk, hogy megfilmesítsük az anyagot. Ez életem egyetlen elbeszélése. Eckhart Tolle. Valóban, emlékeztet egy kisé Aldous Huxley Sziget című regényére. Egy hajó törötről szól, aki zátonyra fut egy képzeletbeli szigeten, amelynek lakói a tudatosságban hisznek. Még a fán élő papagájokat is megtanították arra, hogy emlékeztessék az embereket a tudatos szellemi beállítottságra. Azt kiabálják éberség, éberség, ami azt jelenti, Légy itt, légy jelen. Azt is mondhatnánk, légy jelen a saját tudati tevékenységet tanújaként. Ha nem olvastátok még ezt a könyvet, biztosan élveznétek, ha elolvasnátok. A te könyved igen, még most is kapható. Wayne Dyer. Igen, ez egészen hihetetlen. Az a címe, hogy Ékisz ajándékai. Engem viszont Méri Oliverre emlékeztet az, amit mondasz. Ismered? Híres költő. Egyik versét, a vadludakat, Wild Gies, gyakran idézem az előadásaimon. Arra a kérdésre, hogy mi a megvilágosodott élettitka, azt feleli, hogy végső soron minden arra felé tart, és ez emlékeztet engem arra, amit az imént mondtál, hogy figyelmesnek, ébernek kell lennünk. Tudnunk kell a dolgokra rácsodálkozni, és másoknak is fel kell hívnunk rájuk a figyelmet. Méri Olivér azt mondta, ez minden, amire egy sikeres élethez szükség van. És az éberség, ez a kulcs. Eckhart Tolle. Igen. Nagyon fontos eleme a te munkádnak is, tudom. Igen. Van egy történet, amelyet régebben már elmeséltem néhányszor, de ez nem mostanában volt. Úgyhogy talán most megismétlem. Egy zen tanítóról szól, aki valóban élt, úgy száz évvel ezelőtt, Japánban. Az ő egyetlen tanítása annyi volt, hogy amikor megkérdezték tőle, mi az a zen, felemelte a mutatóujját és ránézett a kérdezőre. Ez a zen jelentése. A lényeg természetesen a jelenlét, az éber érzékelés. Erről szól az egész tanítás. Persze a zenhez vonzódók közül sokan próbálják az értelmükkel felfogni a zent. De nem tudják megérteni. Tudom, hogy vannak zenszerzetesek, akik egyszerűen nem fogják fel, mert az ember semmi sincs, amit az értelem megragadhatna. A cél az, hogy a jelen valónak legyünk tudatában. Ez frusztráló. Ha már most az ember olyan módszereket talál ki, amelyek az elmét még jobban összezavarják, végül fel is hagy azzal a próbálkozással, hogy megértse, vagy intellektuálisan, elméletileg ragadja meg a zent. Ez pedig már sokkal több, mint a zen. Ez valóban a létezés lényege. Míg a csodák tanítása is arról szól, hogy az intellektuális megértés semmilyen lényeges dologgal nem járul hozzá a valósághoz. Wayne Dyer, milyen igaz? Eckhart Tolle. És paradox módon igen gyakran megtörténik, hogy éppen a jelenlétnek ebből az állapotából bukkan elő pontosan az, amit az adott pillanatban tudnunk kell. Wayne Pontosan. Egyszer küldött nekem valaki egy pólót, amelyet a fiamnak adtam. Az áll rajta, ne tégy semmit, állj le. Ezt mondhatta volna az a zenmester is. Eckhart le. Ez pedig felvet egy érdekes témát. Nevezetesen a létezés és a cselekvés kérdését, mármint hogy Miként hozhatjuk magunkban összhangba egymással ezt a két dimenziót? Emberként ugyanis az a dolgunk, hogy aktívan cselekedjünk és teremtsünk, ahogyan az univerzum is teret új formákat teremteni, életformák millióit és milliárdjait. Az univerzum formateremtő kedvének részei vagyunk. Továbbá, és ezt tudom, mert megfigyeltem magamat, és te is tudod, mert ismered magadat: az univerzum általunk szeretné megismerni a saját lényegét. Szeretné tudatosan megismerni a forrást. Ez pedig az emberekben jut kifejezésre, mint törekvés arra, hogy tökéletesen elégedettek legyenek azzal, ami van, és tökéletesen megbékéljenek a jelen pillanattal. Az ember a teljes, szépséges, mélységes békességnek erre az állapotára vágyik. Én ezt úgy nevezem, és örülök, hogy a te véleményedet is mindjárt hallani fogom erről. Szóval, én ezt az univerzum kifelé irányuló mozgásának nevezem, amely a teremtés vágyában ég. Az univerzum ellentétes irányú mozgása pedig abban áll, hogy az emberek által felismerje önnön lényegét. Az univerzumot tehát kétféle törekvés ösztönzi, talán ti is érzitek ezeket magatokban. Szeretnétek megtenni dolgokat, de szeretnétek egyszerűen csak lenni is. Tehát cselekvés közben ne veszítsétek el a léteteket, és ne feledkezzetek bele a cselekvésbe annyira, hogy stresszelni kezdjetek, és mindenáron el akarjátok nyerni a cselekvésetek gyümölcsét, ahogyan a Bhagavad Gita írja, folyton a következő dologba kapva. Kötődjetek továbbra is a létezéshez, és innen kiindulva cselekedjetek. Ebből a kötődésből, ne az egó birtoklási vágyából, hanem benső teljességetekből. Bizonyára te is sok mindent tudnál erről mondani. Wayne Dyer. Az egyik kedvenc regényem jut erről eszembe, a Moby Dick. Idézem, mert mindig elbűvölt az igényes irodalom ezt a részt iskolás koromban kívülről megtanultam. Azt írja, ahogy a rémisztő óceán körülveszi a zöldellő földet, úgy búvik meg az emberi lélekben egy sziget, Tahiti, ahol békesség és öröm uralkodik, ám ezt a csupán félig megélt élet rettenete övezi. A csupán félig megélt élet ami a létezést és a cselekvést illeti. A világ és az emberek egyik legnagyobb baja szerintem az, hogy nem arra nevelnek minket. Higgyünk saját rendkívüliségünkben, abban, hogy milyen páratlanok, milyen isteniek vagyunk abban, hogy nem csak Isten parányi darabkái vagyunk, hanem minnyájan Istenek vagyunk, minnyájan Isten részei vagyunk. És ez az, amit magunkkal hortozunk. Megszokott részünk pedig az a rész, amelyet egónak nevezünk. Az a rész azt hiszi, hogy az vagyunk, amit anyagilag magunkénak tudhatunk, amit teljesítünk, és amit mások gondolnak rólunk. Ez a rész úgy érzi, elkülönül minden egyébtől, és azt hiszi, mindenfélét birtokolnia kell, és olyan világba született, amelyben semmit sem változtathatunk. Vegyük az anyam éppen fejlődő gyermeket. Mit kell tennie? Mit kell tennie egy kisbabának? A taoizmus szerint a tao semmit sem tesz, és semmit sem hagy megtétetlenül. A fiam is mindig ezt mondja. Ha rászólok, hogy gyere szenc, csináljunk valamit, azt válaszolja: Nem csinálok semmit. És semmit sem hagyok megtétetlenül. Ám erről a tökéletességről lenevelnek minket, inkább rászoktatnak egy olyan életre, amelyben a tulajdon és a siker felhalmozása a cél. Így aztán azt hiszük, azzal vagyunk azonosak, amivel rendelkezünk, és ahogyan teljesítünk, és sosem fedezzük fel magunkban a rendkívüliséget. Megszokott részünk ugyanis azt hiszi, Eredményes életet élhetünk, ha azt tesszük, amit várnak tőlünk. Jó osztályzatokat viszünk haza, jó diplomát szerzünk, jó párt találunk, fizetjük az adónkat, jog és törvény szerint élünk, követjük a szabályokat. A szokásos élet. Tudjátok. Te azonban a rendkívüli élet példája vagy, és én igen nagyra becsülöm a munkádat csak hogy a rendkívüli részünknek egyességre kell jutnia a szokásos élettel. Továbbra is be kell tartanunk a szabályokat, legalábbis a többségüket. Nyomtatványokat kell kitöltenünk, és biztos vagyok benne, hogy te is befizeted az adódat. Még ha rendkívüli lények vagyunk is, akadnak közönséges dolgok az életünkben. Ám a megszokott dolgokon túl van valami, amit léleknek nevezünk, mert egyszerűen nincs rá más nevünk. A Tao Teking mindjárt az elején azt írja, a Tao, amelynek nevet adhatunk, nem a Tao, ezzel tehát mindjárt zsákutcába is jutunk. Még nevet sem adhatunk neki anélkül, hogy ketté ne válasszuk. Egy az, ami van, a másik pedig a név, amelyet ráakasztunk. A rendkívüli mégis a lélek bennünk. A lélek, amely láthatatlan, alaktalan és határtalan. Nincsen kezdete. Sosem született. Megváltoztathatatlan. Sohasem hal meg. Ennek a részünknek pedig mindegy, hogy sikeresek vagyunk-e, sokat birtoklunk-e, boldogok vagyunk-e. Mindegy neki, hogy jobbak vagyunk-e, mint mások. Ez egyszerűen csak tágulni szeretne, növekedni szeretne. A lélek szenved, ha megpróbáljuk kordában tartani, határt szabni neki, felcímkézni és megmondani neki, mi lehet belőle és mi nem. Minnyáján rendelkezünk ezzel a léleknek nevezett rendkívüliséggel. A lélek végtelen, mert ha nem volna az, ha korlátok között létezne. Képesek lennénk megtalálni a végét, vagy a kezdetét. Ám mivel nem véges, nyilvánvalóan végtelen. És mit jelent a végtelenség? Azt, hogy a lélek egyszerűen egyre tovább terjeszkedik. Nincsen vége. Egyszerűen nincsen vége. Ez az a részünk, amelyel foglalkoznunk kellene. Ez a végtelen rész, amelynek nem kell alkalmazkodnia. Nem kell, hogy igaza legyen, nem kell, hogy jobb legyen másoknál. Ez a rész egyszerűen csak tágulni szeretne, nem pedig azt hallani, hogy ezt és ezt teheted. Eddig és ne tovább, ez az, ami számodra lehetséges. Nem tudom mások, hogy vannak vele, de engem egész életemben elbűvöltek a különleges emberek, a különleges élmények és azok, akik valami meglepő dolgot vittek véghez ha látom, hogy valaki lebegni tud a föld fölött. Mindent szeretnék tudni róla. Tudni akarom, hogyan kell csinálni. Caroline Miss említést tesz a nehézségi erő legyőzéséről. Joel Goldsmith pedig azt mondja, hogy a valósá vált Isten jelenlétében érvényüket vesztik a fizika törvényei. Tehát lehet például elektromos berendezéseket kikapcsolni a tudat erejével. Ezek a dolgok, ezek a rendkívüli képességek, ezekről olvastam nemrégiben egy könyvet, amely teljesen lenyűgözött. Nem tudom, ismeritek-e Laura Hillenbrandtől a Rendíthetetlen könyvet? Olvasta valaki? A Rendíthetetlennél jobbat nem fogtok olvasni. Ez egy most 94 éves férfi története, aki a leglehetetlenebb dolgokat élte át. Repülőtiszt volt. Gépét a második világháborúban lelőtték, és hetekig hányódott egy mentőcsónakban a csendes óceánon. A könyv minden szava igaz. Azoknak a rendkívüli dolgoknak, amiket ez a férfi véghez vitt, és ahogyan a háborút túlélte, arra kellene ösztönöznie minket, akik sok emberhez szólhatunk, hogy megteremtsük a rendkívüli emberek világát, akik a közönséges dolgaikon a nyomtatványok kitöltésén és efféléken túllátnak, és megtalálják a módját annak, hogyan tágíthatunk a határainkon, és hogyan érhetünk el valódi változást. Ez a kollektív tudat méreható változását eredményezni a Földön. Én mélységesen hiszek abban, hogy ez lehetséges. Eckhart le. Igen, Teremtésről beszélünk, és ennek alapja az a részünk, amelyet említettél, az időtlen és végtelen lényeg, a létezés. Az ezzel való tudatos egyévállás vezethet el, ahogyan én nevezem, a felébredt cselekvésig. Ha tehát egy pillanat erejéig ismét a létezéssel foglalkozunk, azzal a bennünk rejlő dimenzióval, amelyről vén és én beszélünk, felmerül a kérdés, nem csupán az elme újabb dogmájáról van-e szó. Úgy vélem, vigasztaló abban hinni, hogy végtelen lény vagyok, de végső soron ezt is csak hiszem. Érzitek ennek a realitását, miközben itt ültök? Érezzük magunkban annak a realitását, hogy identitás érzetünket mostantól ne az elménk gondolataiból vezessük le pedig ez lenne a kezdet, ugyanis a tudatunkban, amely voltaképpen a tudattalan, roppant korlátolt identitás érzettel rendelkezünk, a feltételekhez kötött énnel, az időhöz kötött énnel, azzal, amit Buddha káprázatnak nevezett, amire Jézus gondolt, amikor azt mondta, tagad meg önmagad. A tanításának egyik leglényegesebb pontja ez, amelyet az egyházak félre magyaráztak, mintha azt kellene mondanunk, ó, én nyomorult! pedig korán sem erről van itt szó. Önmagunk megtagadása azt jelenti, felismerem, hogy egyetlen én sem valós azok közül, amelyekkel gondolatban, elméletben magunkat azonosítjuk. Más szóval, abból a történetből, amelyet gondolatban mesélünk magunknak, Amiért is aztán sohasem érezzük magunkat igazán elégedetnek. Önérzetünk mindig csorbált szenved, ezért kell hát ezt a mentális kártyavárat, ezt a mesterséges ént védelmeznünk, és egyre több mindennel ellátnunk. Csak még ezt térjem el, ezt tegyem meg, és akkor végre igazán önmagam leszek. De érzitek azt most ebben a pillanatban, hogy van bennetek egy feltételektől mentes, időtlen tudat, amelynek semmi köze a gondolatokhoz, hanem előtte jár minden gondolatnak. Mivel ez az örök alany nem lehet tárgyát enni és azt mondani: Aha, itt van. Ez a szem, az egyetlen szem, ez a kiterjedt jelenlét. Azért használok többféle kifejezést is, mert mindenkinek más és más működik. Ez a kiterjedt jelenlét, az elevenség mélyebb érzése, amelynek semmi köze az élettörténetetekhez, és semmi köze a jövőtökhöz. Ha meg tudjátok érinteni magatokban ezt a tudatot, megszabadultok a hamis önérzettől. Ez egy ösztönző felemelő élmény a korlátozó én sététele, és annak a jelen valóságnak a megérzése, amelyet az értelem nem képes megragadni, és amelynek az ember nem tud nevet adni. Ez a Tao. Azért vagyunk itt, hogy ezt megtapasztaljuk. Wayne Dyer. Egyszer azt kérdezték Muktanandától, a nagy hindú szenttől, mi az, ami valódi? Azt felelte, Valódi az, ami sohasem változik. Ennyi. Most próbáljátok meg ennek a definíciónak a segítségével meghatározni magatokat. Mint ahogy Eckhart kérdezte, ki vagyok én? Az első, ami az embernek eszébe jut az, hogy ez a test vagyok. De hány testben laktatok már csupán ebben az egy életben is? Az egyik ilyen pinduri volt, aztán négy kézláb mászó gyerekek voltatok. Éltetek kamasz testben, amelyik folyton grimaszokat vág, és a szemét forgatja, mint a lányaim csinálták. Voltam húsz éves testben is, erről nemrég láttam egy képet egy tévéadásban. Láttam elúszni ezt a képet. Ez volt rólam az első dokumentum a tévében. Néztem ezt a képet. És amikor abban a testben éltem, valódinak tartottam. Csak hogy eltelt azóta ötven év, és ma már sehol sem találom azt a testet. Elveszett. Nem tudom, hová lett. Ebben a mostani testemben egyetlen sejt sincsen, amelyik akkor abban a fiatal testben létezett volna. És ez minden emberre igaz az itt jelenlévőkre vagy a felvételt megnézőkre is. Az, ami valójában vagyok, mindig új testet ölt. Dípek csopra azt mondaná, az a test, amelyben eljöttetek meghallgatni a beszélgetésünket, nagyban különbözik attól a testtől, amelyel az előadás végén elhagyjátok a termet. Nem látjuk ugyan a változást, ám ha mindaz, ami ebben a világban változik, nem valódi, nem az, ami valójában vagyunk, akkor minnyájunkban létezik egy felsőbb én, vagy egy legfelső én. Ez a felsőbb én pedig, nos, ezt korábban egyszer úgy fejeztem ki, a teremtő minden teremtményébe belehelyezi saját énnyének szikráját, vagyis minden emberben ott van az isteni szikra. Ám a tapasztalatom az, főképp az utóbbi időben, a saját életemben, hogy ez a szikra növekedhet, szilánká, darabkává, valami nagyobb dologgá válhat. Akkora lehet, mint egy focilabda. Mind nagyobbá és nagyobbá válhat, míg végül az ember más következtetésre jut. Olyan következtetésre, amelyre Jézus is jutott, és amiért meg akarták kövezni. Mert a szájára vette Isten nevét. Azt mondta, miért akartok megkövezni engem? Az emberek pedig azt felelték, mert ember vagy, de Istennek mondod magad. Ő pedig válaszolt. Nincs megírva a törvényeitekben, hogy megmondtam, Istenek vagytok. Ezt mondta Jézus. Pál pedig a filippi írt levelében azt mondja, Jézus egyenlő volt Istennel. Bennünk is megvan, mint Jézusban ez a végtelen jelenlét, amelyről Eckhart beszél. Az Isten vagyok, vagy Isten vagy kijelentést azonban úgy magyarázzuk, hogy arról az Istenről van szó, akit a saját képünkre teremtettünk. Olyan Istenről, aki haragos. Olyan Istenről, aki rendelkezik ugyan gyógyító erővel, de abban csak keveseket részesít, miközben másoktól megtagadja a segítséget. Olyan Istenről, aki ajándékot és pompát követel. Tudjátok, épületeket és aranyszállal hímzett ruhákat, és így tovább. Ilyen Isten teremtettünk, miközben a Bibliában az áll, hogy Jézus arra a kérdésre, hogy kicsoda Isten, azt felelte. Isten a szeretet. Hát, létezik ennél jobb megfogalmazása annak, hogy Isten micsoda? Eckhart Tolle. Így van, a változékonyság pedig természetesen nem csak a testre jellemző, hanem a pszichére is. A test a fizikai alak, és ezért a legtöbb ember számára az identitás érzet kiinduló pontja, mondván, hogy én a külső megjelenésem vagyok. A következő, amit az identitás meghatározására használnak, a pszichológiai én kép, amely ugyanolyan változékony szakadatlan gondolatfolyam, amelyet bizonyos érzelmek kísérnek, és ez a pszichológiai identitás, akinek tekintjük magunkat, szintén évről évre változik. Tehát két illuzórikus azonosítással van dolgunk. Egyrészt a fizikális énnel, azután pedig a mentális-emocionális lényel, amely szintén nem a valódi énünk, hanem a formák és jelenségek szakadatlan folyamának része. Ennek felismerése pedig már egyfajta megvilágosodás. Ha valóban elgondolkoztok azon a tényen, hogy a testi forma és a pszichológiai forma változékony, az az ego, vagyis az azzal való azonosulás szempontjából, ami önérzetet ad, igencsak rossz hír. Azt fogja mondani rá, Ó, de minden változik, erről hallani sem akarok, így az egó. Ez rettenetes, ez lehangoló. Egy szó se a halálról, az olyan lehangoló. Ám van bennetek valami más is, ami hirtelen igen elevennek és ihletetnek érzi magát, amikor szóba kerül a változékonyság. Hirtelen felébred bennetek valami, ami nem része a változékonyságnak. Valami, ami nem változik, Adhatunk neki ilyen-olyan nevet, de egyik sem lesz egészen találó. Olykor tiszta tudatnak nevezzük, feltétlen tudatnak, alaktalan tudatnak. A gondolat az alakot öltött tudat. A fizikális test is a tudat, amely egy átmenetileg létező fizikai formába született. Tehát a tudat újabb és újabb alakokat vesz fel. Ez a reinkarnáció mélyebb értelme. Azt is mondhatnánk, hogy valahányszor belebonyolódom egy gondolatba, amely felmerül az elmémben, és belebonyolódás alatt azt értem, hogy azonosítom magam a gondolattal, mindannyiszor urrá lesz rajtam a gondolat, én pedig reinkarnálódom egy formában, egy gondolatformában. Tehát reinkarnálódtok egy fizikális testben, de folyvást reinkarnálódtok a gondolkodásotokban is, mert azonosítjátok magatokat a gondolkodásotokkal. A buddhistáknak meglehetősen hagyományos elképzelésük van arról, hogy a reinkarnáció körforgását hogyan lehet megállítani. De létezik egy sokkal gyorsabban ható módszer is. Egyszerűen ne higgyetek minden felmerülő gondolatban. Ne bonyolódjatok bele minden gondolatba, és akkor világossá válik majd, hogy van bennetek egy dimenzió, egy tudatos jelenlét, ahonnan a gondolatot szemügyre vehetitek. Láthatjátok jönni és menni. Látjátok, hogy hopp, ez negatív, és hogy mindegyiknek van egy bizonyos minőségű, magas vagy alacsony rezgése és akkor a létezéseteket többé nem helyezitek a fizikális testetekbe, a gondolataitokba és az érzéseitekbe. Ezek is ott vannak, de ti a kiterjedt jelenlét, ennek az örök térnek a tudata vagytok. Ez az örökkévaló szem, és ez a világ világvilágossága. Ez Jézus, amit te Jézusnak neveztél. Jézus két dolgot mondott. Azt mondta, Én vagyok a világ világossága, egy másik helyen pedig azt, Ti vagytok a világ világossága. Mindkettő igaz. A videó feliratát felolvasta Kurek Mária. Köszönöm a meghallgatást.